férfi döntő eredményeként kialakult az utolsó döntő párosítása. Ákos, kérlek fogadd el a téged megillető helyet. Megdolgoztál érte, megküzdöttél. Figyelj, parádésat futottál. Én azt mondom neked, hogy de lehet, hogy majd te megcáfolsz, hogy az utolsó futamba én ilyet még nem láttam, olyan tempóba jöttél át. Köszönöm szépen, minden tartalékolt energiámat még ki szerettem volna adni. Úgy voltam vele, hogy remélhetőleg ez az utolsó futamom, amit ma futni szeretnék, ezért mindent ki szeretnék adni magamból. Nagyon-nagyon boldog vagyok most, de nem azért, mert döntős lettem, hanem mert így lettem döntős, hogy egy ilyen méltó ellenféllel csatázhattam a döntőért, mint a Dani. Elképesztő, amit letett az asztalra, és boldog vagyok, hogy vele kellett megküzdenem érte. Nagyon tisztelem a Danit, mert hatalmas nyomás lehetett rajta, hogy utolsó bajnok játékosként itt volt a négyekbe és küzdött. Büszke vagyok rá, szerintem hatalmasat harcolt, úgyhogy gratulálni tudok csak neki. Térjünk már vissza a tegnapi naphoz egy pillanatra, Dani, amikor a mutáló hangúakról beszéltél a magad 35 évével. Én azt gondolom, hogy amit mutattál itt az exatlonba 35 évesen, az érdemel egy nagy tapsot mindannyiunk részéről. És ma se adtad föl egy pillanatra sem. Ezzel a pályasebességgel azonban, hát, hogy mondjam, nehéz mit kezdeni. Én megtisztelve érzem magamat, hogy az Ákosból ellenem jött ki ez a tempó, és ilyeneket dobált azzal a paritjával, és tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok, nektek, hogy ti ennyivel fiatalabban, mint én, ezt hoztátok ki belőlem, azt, ami meg nem volt bennem, és kijött, azt meg a bajnok csapatom hozzáadta. De megmondom őszintén, hogy az, amit én itt kaptam az exatlontól, az soha az életemben nem fogom elfelejteni. A legfontosabb dolgok az életben, azok az élmények és az emberi kapcsolatok. És az, amit én itt kaptam, az összes bajnoktól és az összes kihívótól, ezeket életem végéig tovább fogom vinni, mert mindannyian a barátaim, és én ezekért az élményekért és emberi kapcsolatokért élek. Úgyhogy én nem tudok elég hálás lenni mindannyiótoknak, és Laci neked, és az exatlonnak, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Bronzérmes, köszönjük! Én köszönöm, gyönyörűt küzdöttél. Köszönöm szépen. Dobogó. Holnap ami a csönök. Holnap után. Szép oldani. Köszönöm szépen, hogy ez itt jött ki belőled. És ezt itt tovább a döntőre. Köszönöm. Jó volt, hogy mondod. Én nagyon szóló barátom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Plusz forrás. Ott leszünk és drukkolunk. Úgy. Gyönyörű. Ötszörös magyar bajnok BMX versenyző Józsa Danit! De hogy itt voltál, Danina! Köszönjük! Bronzérmes!